Sziasztok, ebben a mai epizódban Békési Brigitta lesz ismét a vendégem. Szinte napra pontosan egy éve volt az első beszélgetésünk, ami nagyon jól sikerült és nagyon jó hangulatban telt. Rengeteg hasznos, érdekes gondolatot említettünk. Az inkább a könyvéről szólt, most pedig inkább a előadásokról, a szokásoknak a hatalmáról, a napi rutinról fogunk beszélgetni, illetve Brigi nemrég volt a TEDx-nek a győri színpadán, és egy nagyon izgalmas előadást tartott, a vonzerőt elemezte ki 3 lépésben, úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni, nézzük is meg. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Folytatjuk ezt az interjú sorozatot. A témánk ugye üzlet és utazás, és a mai rész azért lesz speciális, mert mai vendégemmel újra duplázunk, ugyanis Békési Brigi lesz a vendégem, akivel most már körülbelül egy éve találkoztunk. Igen. Utoljára. Szerintem körülbelül egy éve volt. Körülbelül pont egy éve volt. És elég hosszúra sikerült ez a beszélgetés, nagyon sok és nagyon sok izgalmas témánk volt, viszont annyira sok minden történt azóta, hogy gondoltam, hogy ismételjük meg és frissítsük fel ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok embert inspirálsz, és majd megkérlek, hogy azért mutatkozz be azoknak, akik mégsem ismernének még esetleg, de ugye megjelent egy könyved a Wow Hatás néven, amiben pont most beszéltük az előbb, hogy most már több mint 4000 példány elfogyott, tehát látszik, hogy egy nagyon jó és nagyon sok embert érintő téma. Ugye a Beauty Robic ugye a fő vállalkozásod, ahol nőknek egy ilyen spéci edzésprogramot dolgoztatok ki. Igen. És akkor kérlek, mesélj kicsit bővebben, még rengeteg olyan cím van, hogy felírtam magamnak. Igen. Amikor megkérik, hogy mutatkozzak, akkor mindig... Nehéz röviden. Igen, ugye? Mindig bajban vagyok, mert ugye, hát hogyha valamit kéne magamra mondani, akkor én azt tudom mondani, hogy imádok alkotni. Uh-huh. Tehát minden, amikor úgy érzem, hogy értéket adunk, alkotunk, akkor azt imádom. És ugye ez azt jelenti, aki alkotott már valaha, és aki imád alkotni, az tudja, hogy az egyik folyamat szüli a másikat. Tehát soha nincs lenyugvás, soha nincs az, hogy vége, mert amint csinálsz valamit, rájössz, hogy ó, ehhez még viszont ez a jó, az a jó, amaz a jó, és akkor így egy ilyen végtelen számot. Tehát, hogy amellett, hogy ugye létrehoztam a Beauty Robicot, írtam egy könyvet, én az amerikai magyar kamarának vagyok, M. Huncsem, New Yorknak vagyok a budapesti vezetője, akkor a FIVOS-nak a Sport és Életmód Bizottság elnöke, akkor Boss Connect mentor programban mentor vagyok, tehát hogy én nagyon szeretem azt, és nagyon hiszek a tanulásban, a fejlődésben, és ezt imádom támogatni másban is. És Beauty Robicot pedig azért találtam ki, mert én nagyon hiszek abban, hogy legyünk nőiesek, ha már nők vagyunk, már aki ugye nőies szeretne lenni, ez az jó. Tehát, hogy ne féljen egy nő nőnek lenni, tehát ne félje kimutatni azt, mert én azt veszem észre, hogy manapság szinte úgy érzik, hogy ciki. Márpedig a nőnek lenni szerintem jó, és szerintem egyébként összekeverik az emberek a nemek egyenlőségét és a nemek jogának egyenlőségét. Én hiszek abban, hogy a nők semmiben nem rosszabbak, mint a férfiak, de abban nem hiszek, hogy tök egyenlőek. Abszolút. Anatómiailag is mások vagyunk, lelki beállítottságban, mentálisan is mások vagyunk, és szerintem, hogyha az ember igazán boldog akar lenni, akkor fontos, hogy merje kimutatni azt, amit akar. Van egyébként egy amerikai cégem, és van egy amerikai üzlettársam, mert pont a múltkor meghívtak egy kerekasztal beszélgetésre, és ott szóba került az, hogy ugye a vezetői világban nőnek lenni. Hogy egy elf, ugye azt mondják, hogy a multik, az üzleti világ az egy nagyon elférfiasodott világ, igen, és hogy a nőknek keménynek kell lenni az üzleti életben. És én mondtam nekik, hogy ebbe a kerekasztal beszélgetésbe, hogy szerintem ez a legnagyobb tévedés, amit az emberek gondolnak, mert a nőknek is megvan az az előnyük, és megvannak azok a tulajdonságaik, amivel ki tudnak tűnni, amivel sokkal jobbak tudnak lenni az üzleti életben, mint a férfiak. Akár hogyha az érzelmi intelligenciára gondolunk, ugye a nők azok sokkal jobban érzékelik a kis apró rezzeneteket, mozdulásokat a másik emberbe, és egy tárgyalásnál ez nagyon fontos, hogy ezt észrevedd. Tehát, hogy tényleg rengeteg olyan tulajdonsága van egy nőnek, ami által előnyre tud szert tenni az üzleti életben.
De hogyha elférfiasodik, akkor viszont csak egy kopi lesz, egy másolata lesz a férfiaknak, és úgy persze, hogy egy igazi férfi sokkal könnyebben lenyomja. És pont a múltkor beszélgettem az üzlettársammal, az amerikai üzlettársammal, aki egyébként a Wall Street-en, a Ernst & Young-nál volt vezető igazgató. És kérdeztem tőle, hogy oké, hogy ezen gondolkodtam, hogy én mindig ezt mondom, de nem akarom félrevezetni az embereket, hiszen ugye én egy vállalkozást vezetek, kifejezetten nőknek, női vállalkozást, és hogy megkérdeztem tőle, hogy igazat mondok-e, vagy hazudok ezzel, hogyha mondjuk a banki szektort nézem, vagy az Ernst & Young, vagy ha a Wall Street-et. Hát azért a Wall Street az az üzlet fellegvár, és azt mondta, hogy abszolút igazam van. Tehát, hogy ő rengeteg olyan vezetőt ismer, aki nő, és megmaradt kedvesnek. Tehát, hogy ugye nem kezdett egy keménykedni, hanem megmaradt kedvesnek, és megmaradt nőnek, és így tudott magas pozícióba helyezkedni. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos. És ugye a könyvemet is, a vonzerőről írtam. Hát a múltkor ugye a könyvemről beszéltünk, és elég hosszan kifejtettem, úgyhogy azt most nem fogom kifejteni. De ugye itt a vonzerőnek hoztam létre egy egyedi szintrendszert, hogy hogyan tudja valaki elérni lépésről lépésre a vonzerőt, mert én tényleg hiszek abban, hogy mindenki vonzó tud lenni. Tehát, hogy annyiszor hallom ezt, hogy ó, vonzónak lenni, születni kell, ezt nem lehet tanulni, valaki vagy születik vonzónak, vagy nem. Hát ugyanúgy, mint vezetőnek, ugyanúgy, mint bárminek az életben nem születünk, hanem azzá válunk. A fejlődés és a tanulás útján azzá válunk. Mielőtt belecsapunk még a könyvbe, bocsáss meg csak, hogy honnan van ennyi energiád, honnan inspirálódsz, honnan töltődsz, mert azért tényleg annyi mindent felsoroltunk már, hogy ehhez 24 óra sem elég, gondolhatják egyszerű, azt a nézők. Nagyon egyszerű, egyetlen egy, sőt, pont most gondolkodtam, minden évben, évvégén, ezt szoktam gondolkodni azon, hogy mi az a bölcselet, amit az abbóli évemből én leszűrök és megtanulok. És pont az idén arra gondoltam, hogy igen, az idei bölcseletem saját magam számára az, hogy egyrészt ugye ezt már én régóta mondom, hogy azt kell csinálnunk, amit imádunk. Tehát, hogy ne a pénzért válasszunk munkát, ne azt nézzük, hogy miben van a legtöbb pénz, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit imádunk. Mert hogyha olyan dolgot csinálsz, amit imádsz, akkor imádod csinálni, akkor nem 8 órában fogod, amennyit kötelező, hanem minden pillanatban. Ezáltal profivá fogsz válni belőle, és ezáltal a siker az egy vele járó konzekvencia. És nem érzed munkának ráadásul. Pontosan, és az idén, amit hozzátettem ehhez, hogy azért tök jó, hogy vállalkozó vagyok, mert azt is megválogatom, hogy kik vegyenek körül. És ugye, hogy honnan van az energiám, hát úgy, hogy nincs, aki lehúzza. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanács. Tehát, hogyha egész nap olyanokkal vagy körbevéve, akiket bírsz, olyan dolgot csinálsz, amit imádsz, akkor az feltölt az egész napot. Tehát, hogy az onnantól kezdve nem munka. És maga, erről ugye érintettük a múltkori beszélgetés, majd be is linkeljük a videó alá, meg ide a kis kártyába fölőre, hogy maga a vállalkozói lét az neked ugye honnan eredt, hol indult, illetve hogy voltál-e alkalmazott előtte? Tehát láttad-e a másik oldalt? És majd itt a váltást egy picit boncolgassuk, mert ugye most én nagyon sokat beszélgetek erről a vendégeimmel, hogy te ugye voltál alkalmazott, ha jól tudom, és hogy az, hogy élted meg, erről beszéljünk majd egy kicsit. Az, hogy vállalkozó legyek, én azt 16 évesen döntöttem el, Robert Kiyosaki, Gazdag papa, szegény papa című könyvét elolvastam. Nekem az egy nagyon sorsdöntő volt, ott arról szól, hogy bemutat egy vállalkozót, meg bemutat egy alkalmazottat. És hát ugye egyértelműen vállalkozó fele mutatta pozitív, és akkor én eldöntöttem, hogy én tudtam, hogy vállalkozó. Igen, a könyv az nagyon húzabb az irány, igen, úgyhogy kész, akkor én tudtam, hogy vállalkozó leszek. Egyébként nekem annyira bejöttek az üzleti könyvek, hogy én azóta is, 16 éves korom óta szinte csak üzleti könyveket olvasok. Tehát, hogy ez a hobbim. Nem szabad este, mert akkor nem tudsz aludni, mert akkor túlpörgeti az ember agyát. Imádom egyébként, nagyon szeretem őket. És lényeg az, hogy akkor eldöntöttem, hogy ugye vállalkozó leszek, de hát nem születtem gazdag családba, és amikor én érettségiztem, az 2001-ben volt, akkor azért még nem volt ennyi lehetőség a fiataloknak, ugye ilyen vállalkozást támogató, semmi, gyakorlatilag semmi ilyesmi nem volt. Tehát nem adtak pénzt arra, hogy elkezdjünk vállalkozni, tehát nyilván azért valamennyi tőke kell hozzá, és én előtte volt, hát maximális ösztöndíjam volt a végén, úgyhogy az volt 20 ezer forint, meg még 20 ezer forint diákhitel, tehát hogy ennyiből éltem, és ennyiből éltem is, úgyhogy azért ez vállalkozni kevés, úgyhogy el kellett mennem dolgozni munkahelyre.
És hát ugye ott alkalmazott voltam, de nem adtam fel az álmom, uh-huh. és végig bennem volt, hogy én akkor is vállalkozni fogok, tehát hogy félretettem rá a pénzt. És mikor volt a váltás? Hány éve dolgoztál alkalmazottként? Hú, várjál, ilyen 25-26 évesen döntöttem el úgy, hogy na, most akkor ideje, most már belekezdeni a vállalkozásba, uh-huh. viszont ez nem úgy történt, hogy akkor most abba hagyom a munkahelyet, uh-huh. és elkezdek vállalkozni, hiszen a vállalkozás az elején ugye pénzt teszel be, uh-huh. és nem veszel ki pénzt, és valamiből élni is kell, és a vállalkozást is folyamatosan finanszírozni kellett. Úgyhogy munkahely mellett kezdtem el vállalkozni. Mindig szoktam mesélni, mert ez bennem nagyon megmaradt, nagyon erősen, hogy az egy nagyon nehéz időszak volt. És azért volt nehéz időszak, mert nagyon-nagyon fáradt voltam. Uh-huh. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el, hogy ilyen 5-6-ig dolgoztam a munkahelyen, uh-huh. és utána nem hazamentem, hanem mentem a vállalkozásomra, ott voltam este 10-ig, 11-ig. Az már a műzírójuk volt akkor? Nem. Az első egy alakformáló szalon volt. Nő vagyok, hát gondoltam, hogy milyen jó lesz, majd ott mindent lehet. És akkor hétvégén is ugye ott voltunk. Ez még önmagában nem lett volna gond, hát annyi, hogy az embernek egy nulla szabad ideje volt. Nem ez volt a probléma. A probléma az volt, hogy egyáltalán nem ment jól. De egyáltalán nem. Tehát, hogy olyan szinten nem, hogy csak tettük bele a pénzt, és nem hozta el. És ez volt a nagyon nehéz, hogy képzeld el azt, hogy kitartani. Nagyon fáradt vagy. A fizetésedet úgy, ahogy van, beleteszed valamiben, amiből nem jön vissza semmi, közben mondja mindenki, hogy minek csinálod, mert amikor az ember sikeres, akkor olyan jó érzés, akkor az visz előre, amikor tapsolgatnak, meg mondják, hogy ez az, meg ügyes vagy, meg te is érzed az eredményét, de akkor csinálni, amikor nem érzed, akkor csinálni, amikor órákat töltesz egy anyagnak az elkészítésével, és aztán a kutyának nem kell, na, az nagyon nehéz. És ez így ment, és fél év után se pénzünk nem volt, se időnk nem volt, se, és akkor mondták, hogy ezt hagyjuk abban. És akkor én akkor megfogadtam, hogy én soha, de soha semmit nem fogok azért feladni, mert hogy nem sikerült, mert ha másnak megy, akkor ezt meg lehet csinálni, csak valami nem jó. Tehát, hogy azt láttam, hogy ez így nem mehet tovább. Erre szoktam én azt mondani, hogy nem feladni kell, hanem rá kell jönni arra, hogyha valamit nem jól csinálsz, és keresni kell egy másik utat, mert a megoldás az létezik, csak max nem az a jó út. Azt viszont észre kell venni, hogy az, amit épp csinálsz, az működik vagy nem működik, és ha fél év után nem működik, akkor nem működik. Hát igen, csak ehhez meg kell egy nagyfokú önismeret, önkritika, önelemzés, hogy tényleg egyáltalán meg tud nézni magad kívülről, vagy bevonni ilyen külső segítséget, aki segít rávilágítani erre, tehát azért... Igen. Nyilván ez egy folyamat. Amúgy nagyon érdekes, ezt sokszor szoktam mondani, ugye pont így a váltás kapcsán, hogy igen, A verzió, hogy valaki teljesen eldobja és kiúrik a gépből, ejtőernyő nélkül, és akkor majd lesz, ami lesz. Tudod, a B verzió mondani? Pedig ez, hogy munka mellett, és nagyon érdekes, ugye van egy kedves közös ismerősünk, akit én mutattam be neked, volt kollégám, a Jani, és ő több mint 2 éven keresztül, az ő példáját sokszor felszoktam hozni, hogy több mint 2 éven keresztül csinálta a fejlesztő cégét munka mellett. De azt a biztos lábat nem engedte el addig, ameddig nem erősödött meg az, igen. viszont most már nem tudom, 2-3 éve és tényleg csak ebből, és át tudott váltani. Iszonyatosan sok áldozattal jár és befektetéssel jár, de ha valaki komolyan gondolja, akkor van rá lehetőség. De még megéri. Igen. Pontosan azért éri meg, és azért javaslom mindenkinek, hogy ne mindent feladva ebbe tegyen, mert akkor ott lesz az a kényszer is, hogy ebből meg kell élni. És igen. pontosan ezért automatikusan elkezd kompromisszumokat kötni, elkezd bevállalni olyan dolgokat, amiket nem szeretne, azért, mert muszáj, mert pénzből élünk, tehát muszáj valahonnan pénzt szerezni, és így esetlegesen nem abba az irányba fog fejlődni a vállalkozás, mint ahova ő szeretné vinni. Egyébként az előbb, amikor mondtad, akkor az jutott eszembe, amikor mondtam, hogy tudod, mit szoktak erre mondani, hogy szerintem ez egy nagyon igaz mondás, hogyha leesel a lóról, akkor mindenki ülj vissza rá. És ez nagyon fontos, mert különben egy kudarc élményként éred meg. Igen, tehát, hogy azt a szalont, amit akkor ugye elkezdtünk, és nem működött, akkor újra gondoltuk, hogy hol hibáztunk. Rájöttünk, hogy például nagyon nagy
helyet béreltünk, uh-huh. egyáltalán nem volt hozzá se a körünk, meg egyáltalán nem értettünk a marketinghez, semmi ilyesmihez, uh-huh. elkezdtünk tanulni, és egy sokkal kisebb helyre mentünk, és az már elkezdett profitabilis uh-huh. lenni. És amikor én azt a szalont bezártam, az nem azért volt, mert tönkre ment, hanem azért, mert már nem érte meg. Uh-huh. Az a bevétel, ami abból jött, ahhoz képest, hogy milyen más bevételeink uh-huh. voltak. És ez egy olyan jó érzés, uh-huh. valamit azért abba hagyni, mert úgy érzed, hogy már nem szolgál, úgy érzed, hogy van valami jobb, valami más, amivel többet tudsz adni az embereknek, és így uh-huh. lezárni valamit. És nem úgy lezárni valamit, hogy csődbe ment. Nem Abszett. Úgy lezárni valamit, hogy ott hagyni bajban az embereket. Hány ilyet látok, Jézusom, hogy lezárja a rolót, mert nem akarja kifizetni ugye, akiknek tartozik, és újra nyit egy céget. Hát. Tehát, hogy szerintem, aki így el hozzá, az ne legyen vállalkozó, ezt nem nevezném vállalkozónak. Nem. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy mindig tudjunk tükörbe nézni, hogyha vállalkozók vagyunk. És már akkor is igaz volt az, amiről az elején beszéltem, hogy az egyik dolog hozza a másikat, ugyanis az első vállalkozásunk az alakformához szalon volt, de az alakformához szalonban két dolog volt. Az egyik az, hogy akkor jöttek be a kuponos cégek, uh-huh. és az egyiket megkértük, hogy akkor kuponozza be az egyik termék, és eladtunk több százat. Uh-huh. És mivel én egyébként informatikai csoportvezetőnek dolgoztam a munkahelyemben, mert van a közgazdász végzettségem mellett informatikai végzettségem is, ezért mondtam, hogy hát ilyen kuponos oldalt mi is tudunk csinálni, és akkor megcsináltuk a kuponbirodalmat, ami uh-huh. egyébként az egyik legnagyobb volt. Tehát abból a vállalkozás, ha az nincs, akkor nincs a kuponbirodalom, ami viszont nagyon sikeres uh-huh. lett. A másik dolog, ami egyébként még mindig hatással van ránk, én ugye a férjemmel együtt kezdtem, és a alakformáló szalomban vannak ilyen fogyasztógépek, meg uh-huh. ilyen mindenféle rádiófrekvenciás, stb. És ugye nagyon drágák, azok nagyon sok. Mondtam, hogy hát meg kéne nézni, hogy honnan szerzik be, hiszen tudok angolul, az informatikusok, meg tudom használni a Google-t, ez uh-huh, informatikusnak uh-huh. se kell lenni, és utána néztem, hogy hol lehetne ezeket beszerezni. Uh-huh. Utána jártam mindennek, hogyan lehet elvámoltatni, minden. Kialakítottunk kapcsolatrendszert, és mivel a kuponbirodalom miatt ismertünk egy csomó kozmetikust, és mivel mi tudtuk, hogyan lehet beszerezni gépen, azóta is van a férjem, ezzel foglalkozik egyébként, hogy B2B-be uh-huh. szépségszalonoknak, meg kozmetikusoknak, meg egyéb szépészeti szolgáltatásnak ilyen nagy értékű kozmetikai gépeket ad. Hm. És ez is onnan jött. Aha, tehát az eredete onnan, abszolút, pontosan. Abszolút. Tehát, hogy amikor valaki belekezd valamibe, akkor ne azt higgye, hogy az lesz a vége, uh-huh. de lehet, hogy ott vesz észre valami olyan lehetőséget, ami hozza a másikat. Uh-huh. És nálam ugyanez. Mondjuk én nekem a beautyrobik az egy szerelem, tehát, hogy mindig kérdezik tőlem, minek tartok még beautyrobikot, nem kell. Mondom, miért? Azért, mert imádom. Tehát, hogy azt szerintem is soha nem fogom abba adni, mert uh-huh. szerintem a tökéletes edzés nőknek, és egy csomó lány mondja, és én is ezt gondolom, hogy a beauty robik megmutatja, hogy milyen úgy szenvedni, hogy közben élvezet, hogy szenvedsz. Tehát, hogy tényleg kemény. Éppen most kérdeztem meg, mert voltam egy tanfolyamon, egy ilyen konverziós tanfolyamon, hogy hogyan lehet ugye a weboldalt uh-huh. még éppen felspékelni a nemzetközi oldalra, és mondták, hogy mondjuk meg, hogy ugye mi az, amit szeretnek a vállalkozásban, mi a jó. És kezdetben nem tudtam rá válaszolni. És rájöttem, hogy azért nem tudom, mert nekem ez olyan, mint amikor valaki szerelmes, uh-huh. hogy nem látott tisztán, nem tudom az elemeket, egyszerűen uh-huh. jó ezért. És gyorsan ráírtam csomó olyan lányra, aki évek óta jár. De nem csoportba tettem ki, hanem privátba írtam, hogy ugye a válaszok ne befolyásolják egymást. És mindenki azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az, hogy azért imádja a beautyrobikot, mert eddig azt hitték, hogy vannak a női edzések, amilyen gagyi, meg van az edzés, amikor keményen edzel. És hogy a beautyrobik mutatta meg, hogy létezik olyan, ami kemény is, és mellette nőies is. Tehát, hogy valóban hatékony edzés, de mellette nőies. Uh-huh. A másik az, hogy valóban hat, amit én mindig mondok, hogy hat a nőiességre, belülről a magabiztosságra, ami szerintem még mindig állítom neked, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, uh-huh. és ez a vállalkozóknál is, majd elmondom, hogy miért. Uh-huh. És a harmadik az, hogy nagyon jó a társaság, hogy támogató, ami uh-huh. nagyon fontos, uh-huh. ugye, hogy egy olyan közösség legyen. És ugye az előbb visszatérve arra, hogy miért fontos ez, hogy belülről sugározzunk,
és ezt a könyvembe ugye így kezdtem, és nem megyek bele részletesen, mert ez külön egy órát tudok róla beszélni, de tényleg igaz, és ez nekem egy nagy felismerés volt, hogy az emberek a döntéseiket érzelmi alapon hozzák, amit aztán megmagyaráznak racionálisan. És amikor valaki nem érti, hogy miért nincs soha párkapcsolata, nem érti, hogy miért nem sikerül neki semmi az életbe, pedig van 86 diplomája, pedig mindent megtesz, pedig reggeltől estig dolgozik, hogyha karrierről beszélünk, vagy hogyha a párkapcsolatról, akkor pedig állandóan az edzőterembe jár, pedig odafigyel arra, hogy mit. Azért, mert az emberek a döntéseket érzelmileg hozzák, és ha belül valami nem stimmel, ha a másik nem szerethető, nem kedves, akkor teljesen mindegy, mert úgy is fog találni a főnök egy okot, hogy sajnos miért nem ő a legmegfelelőbb a pozícióra, és miért a másik. Ezért olyan fontos, hogy a karizmát megtanuljuk, mert nem tökéletessé kell válni, hanem vonzóvá. Az egész életben az ujjunk köré kell csavarni a többi embert. Ugye arról beszéltem, hogy egyik hozza a másik dolgot, és egy kreatív embernél is úgy egyik, és rájöttem arra, és most ez az, amivel foglalkozok, és most teljesen ennek vagyok a szerelmese, következő könyvem erről is fog szólni, hogy azzá váltunk, az vagy mai nap, amik a szokásaid. Tehát a szokásaid tesznek azzá, aki vagy. Ugye ez egy ismert mondás, tehát most ezt nem én találtam ki. De ez tényleg igaz, hogyha változtatni akarsz az életeden, akkor a szokásaidon kell változtatni. És ezért olyan izgalmas szerintem ez az egész szokásrendszer. Az benne a nehéz, hogy ez tök jó, erről mindenki hallott, mindenki bólogat, aztán az emberek nem bírják ugye a megrögzült szokásaikat levetkőzni, nem bírnak átváltani új szokások, és szerintem ez a művészet, és ez a tök jó dolog, hogy hogyan lehet beépíteni a mindennapunkba az új szokásokat. Ha már a szokásoknál járunk, ugye pont most jelent meg egy új programot, terméket, nem is tudom, hogy tudjuk nevezni, a napi rutin, a napi szokásokkal kapcsolatban. Kicsit mesélsz erről, hogy honnan jött az ötlet, és hogy miről szól maga ez a program? Igen, hát ugye, mint mondtam az előbb, a szokások, tehát amikor a könyvemet írtam, akkor a könyvben leírtam, hogy hogyan lehet lépésről lépésre elsajátítani a vonzerőt. Akkor utána kiadtam egy munkafüzetet, abban feltettem kérdéseket, hogy az ember saját magáról elgondolkodja. De rájöttem, és ezért mondtam azt, hogy minden evolúciós folyamat, hogy ez még mindig nem elég, ha valaki nem képes beépíteni a napi rutinjába, a szokásaiba, akkor lehet, hogy mint ahogy egy csomó könyvnél ez van, olvassuk, bólogatunk, aztán félretesszük, és soha nem tudjuk semmit. Ezért olyan fontos, hogy ugye megváltoztassuk a szokásunkat, és ez az új program, ez arról szól, hogy rájöttem arra, hogy van két szokás, amihez hozzá lehet nyúlni, mert nagyjából azért minden ember valamikor fel kell az ágyból, meg lefekszik az ágyba, és akkor előtte, hogyha egy nem sokat, csak egy picit kérek tőlük, hogy szánjanak arra, hogy a nőiességük, vagy a vonzerejükkel foglalkoznak, illetve a tudatossággal is, mert itt ez nem csak arról szól, hogy a vonzerő, hanem mivel én nagyon hiszek abban, hogy ahhoz csak olyan, tehát hogyha valaki vonzó akar lenni, annak okosnak is kell lenni. Hogyha valaki vonzó akar lenni, akkor az tudja, hogy mit akar. Mert ez a vonzerőnek egy igen nagy része, tehát az intelligencia az nagyon szexi. Ezért ugye ezzel is foglalkozunk. Tehát nekem nincs olyan programom, amiben az, hogy tanuljunk, fejlődjünk abban, amiben szeretnénk profivá válni, az ne lenne benne. Igen. És ez Wake Up Sexy, Good Night Sexy-nek neveztem el. Két részből áll, ugye reggel és este kérek fél órát. Amikor rutin. Vagy fél-fél órát. Fél-fél órát. Fél-fél órát, de egyébként az estibe azért benne van olyan dolog is, ugyanúgy, mint ahogy az edzésnél tanítják, hogy az edzésnek nagyon fontos része a pihenő időszak, igen, hiszen a pihenés akkor fejlődik ugye a test, akkor tud regenerálódni, amikor van pihenő szakasz. Tehát, hogyha valaki mindig csak edz, de nem pihen, nem fog úgy fejlődni a testen, mint hogyha beiktatná pihenő időszakot, és azért itt van. Tehát, hogy a cozy night szokásokat beletettem, hogy tudjunk kikapcsolni.
Igazából az alapja az az, hogy van, amikor az agyunk már nem fog, és passzív, akkor kell az olyan dolgokat elvégezni, amikor már nem fog az agyunk. Ha ne erőltessük akkor, hogyha nem fog az agyunk, de ha már ugye a szépségnél tartunk, akkor az ilyen passzív dolgokat, mint egy szépség maszkot feltenni, vagy tudom én, kifesteni a körmet, ezt tök jól lehet olyankor csinálni. Tehát ne a tévét bambuljuk, hanem helyette csináljunk valami hasznosabb. Vagy egy hanganyagot hallgassunk, ami azért fel lehet fogni, de nem olyan, de mint passzív, hogyha igen mi írnánk posztot. És ugye van az aktív időszak. Át kell gondolni azt, hogy miért vagyunk hálásak. Nagyon sokszor hallani ezt sok helyen, hogy ugye a hála gyakorlatok ellenek tényleg megváltoztatja az egész életünket. Nem csak azért, mert hogy felírjuk, hanem mert észreveszed a jó dolgokat az életbe. És megint csak belülről fog hatni. Tehát, hogyha úgy, ha pozitívan állsz az emberekhez, belülről lesz egy olyan kisugárzásod, ami miatt a közeledbe akarnak lenni. Ki akar egy savanyú, negatív ember közelében lenni? Olyan, mint egy ilyen mágnesként taszítja egyszerűen az embereket. És a hála gyakorlatokkal azt éred el, hogy pozitívan kezded el szemlélni a dolgokat, és elkezded mágnesként vonzani magadhoz a többi embert. Van benne természetesen mozgás, nem sok, de azért egy átmozgató mozgás kell, illetve én nagyon hiszek abban, hogyha nőkről van szó, akkor az izolációs gyakorlatokat én nagyon sok edzésből hiányolom, ami ugye a bütrobikban alap, és itt is, tehát hogy a medence körüli izmokat át kell mozgatni, vérbőséget kell okozni, kellenek a csípőtekerések, ezen mindig viccelődünk bütrobikon, de mindig azt szoktam mondani, hogy ezért még hálásak lesznek nekem. Tehát 20 évesen még az ember szép, 50 évesen is valamiben meg kell tartani a férjünket. Tehát, hogy vannak itt nagyon jó kis technikák, amivel ezt el lehet érni. És, ami egy nagyon nagy újdonság, létrehoztam egy olyan speciális ilyen meditáció alapú gyakorlatsort, de más, ami belsőleg hat a vonzerőnkre. És erre azért vagyok nagyon büszke, és azért mondom, hogy ez más, mert a vonzerő, az egy kisugárzás, az nem megfogható dolog. Hiába mondom valakinek, hogy vegyél fel magas sarkú cipőt, ha nem bír benne járni, ha nem úgy tartja magát, akkor inkább nevetséges lesz, mint vonzó. És ez mindenre igaz. Vörös rúst is tudni kell viselni, a festéket, hogyha az ember kifesti magát, az is, a mozdulatoknak. Tehát, hogy szeretnék ebbe az irányba menni, és ezt nagyon fontosnak tartom, és a Beauty Robicban is ezt mondtam, hogy ezt emelem ki ezt a részét, és itt is, hogy a belső kisugárzását tudjuk fejleszteni, változtatni. És ez nyilván összefügg a külsővel, de nem csak a külső elég. Ne attól valaki nem lesz belülről vonzó, hogy kocka a hasa. Nem feltétlen. És még egyet, bocsánat, hogy csak még azt akartam mondani, hogy ezt mindig szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a tökéletes, nem tökéletesnek kell lenni, hanem vonzónak. Ez különbség, mert ha valaki szétszedi önmagát, hogy minden egyes területen tökéletes legyen, ha azt érzi, hogy nekem, mint nő meg kell maradnom, és nekem, mint nő folyton oda kell figyelnem, hogy mit eszek, nem ehetek ezt, nem ehetek azt, nekem, mint nő, ha van kedvem, hanem az ágyban, akkor is teljesíteni kell, nekem, mint nő, tökéletes anyának kell lenni, a munkahelyen viszont sikeresnek, belülről fogja magát szétemészteni, és pontosan azt fogja megölni magában, azt a kisugárzást, amitől az emberek egyszerűen tudat alatt vonzódnak, a közelében akarnak lenni. És amint ezt elengedjük, és amint azt mondjuk, hogy figyelj, nem tudok tökéletes lenni, nincs olyan, hogy tökéletes, én sem akarok tökéletes lenni, és persze odafigyelek arra, hogy mit eszek, de ha van valami, aminek nem tudok ellenállni, akkor nem tudok ellenállni, és kész, nem fogom ezért magamat, nem tudom én mit csinálni, azt mondani, hogy én akkor egy senki vagyok azért, mert nem bírtam ellenállni, akkor megeszem, és utána odafigyelek meg én. Tehát, hogyha így éljük az életünket, akkor lesz az az energiánk, amit megkérdeztél az elején. Még egy témát írtam föl mára, nagyon sok lehetne, és így szerintem holnapig tudnánk beszélni róla. És pont kapcsolódik is ehhez, ugye volt egy előadásod nemrég, az előadóknak ugye azt gondolom, hogy az egyik csúvi előadásoknak az egyik csúcsa ugye a TED konferenciák és a TEDx konferenciák, és pont kapcsolódik is hozzá, mert az előadásodban érintetted ezt, hogy,
hogy a vonzerőnek ugye mi a három elfeledett összetevője, hogy ezt így említés szinten elmondod, és majd belinkeljük a videót, hogyha a végleges lesz ugye a TED felületén. Ugye erről picit mesélsz még, mert ott is olyan példát hoztál, ugye, hogy nagyon figyel a külsejére az ismerős, nagyon-nagyon-nagyon minden tökéletes, de mégis 8 év egyedül van. Igen. Tehát, hogy ezeket picit ezt a három dolgot ezt bemutatod még, amit ott is az előadásodban említettél? Na igen, ugye a TED előadás az mindig egy nehéz dolog, hiszen annyi hihetetlen jó TED előadás van, hogy amikor felkértek, akkor arra gondoltam, hogy fogom én tudni úgy elvarázsolni a közönséget, hogy ugyanazt az aha élményt adjam nekik, mint amit nekem jelentett számtalan TED előadás. Én rengetegszer megemlítek TED előadásokat, hogy nézze azt az ember, hiszen ugye gondolkodásra inspirál. És nem tudom megmondani, hogy hányszor újraírtam, hogy mi az, amiket beletegyek. Persze minél több mindent bele akarnál tenni, de hát nem lehet, mert ugye az idő 18 percben meg kell, hogy álljon. És azért abban ki is kell fejteni, tehát nem tudok csak felsorolásszerűen beszélni. És ezért döntöttem úgy, hogy akkor beszélek a vonzerőnek annak a három elfeledett összetevőjéről, amiről az emberek egyszerűen elfelejtkeznek, nem gondolnak rá, pedig ugye nagyon fontos, és az első ilyen összetevő a figyelem. Az, hogy figyeljünk a másik emberre, az, hogy ugye ezt mindig elfelejtik. Minden ember a születésétől a haláláig saját magával van legközelebbi kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy számodra a valóság, az a te számodra a szubjektív valóság. Tehát az, hogy te kire mondod azt, hogy na ez jó csaj, kire mondod azt, hogy ez szexi csaj, kire mondod azt, hogy ezt a nőt elvenném feleségül, kire mondod azt, hogy na ezzel a nővel én nem akarok egy légtérben lenni, az belül lejátszódó folyamat. És picit meg kell hekkelni, hogy belőled azt váltsuk ki, mi nők, vagy mindenki, hogy te azt érezd a közelünkben, hogy ennek szeretnék a közelében lenni, és most nyilván az, hogy mi a cél, tehát hogy a másiknak, hogy most a feleséged, stb., de hogy a te agyadban kell azt a reakciót kiváltani. És ez nem a piros rúzs kell, nem a piros köröm kell, ez az kell, hogy te azt érezd, hogy fú, ezt a nőt én el tudnám venni. És mi a legnagyobb? És a figyelem. Mert ha én figyelek rád, akkor te úgy érzed, hogy fontos vagy. Úgy érzed, hogy különleges vagy, és amiatt akarsz te velem lenni megint és megint, mert azt érzed, hogy te különleges vagy, és belülről benned ez játszódik le, ez az érzés, hogy különleges, valamiért jól érzem magam. Nem tudod megmagyarázni, azt fogod mondani, hogy vele igen. Van egy csomó szép lány, az egyikre azt mondod, hogy fú, ezt el tudnád venni fel, a másikra azt mondod, hogy na nem, vele egy légtérbe. Szép. De az egyik azt az érzést váltja ki benned, hogy te jól érzed magad. És egyébként meg kell, hogy dicsérjelek, mert te nagyon-nagyon jó riporter vagy. És pontosan azért, mert nagyon jól tudsz figyelni. Tehát, hogy az a típusú riporter, és ezt azért mondom, mert már nagyon sok riportom volt, aki nem azt akarja megmutatni, hogy ő milyen jó kérdése, mert hagyod a másikat kibontakozni, és ez látszik, bocsánat, én nem hagylak ugye szóhoz jutni, de mindig tök jól érzem magam, és amikor most megkértél, hogy másodszorra is találkozunk, nem is gondolkodtam, és pontosan ezért, mert azt érzem, hogy te hagyod, hogy én megmutassam azt, aki vagyok. Pedig szóhoz se hagylak jutni, tehát nem azért, mert viszont hogy most ugye lassan haladnunk el tovább, viszont szerintem a másik két pontot hagyjuk meg tényleg a nézőknek is, nézzék meg majd a videót, ott be fogjuk linkelni. Nézzük meg azt, hogy még a magából a TED-nek a tanulságát, mert szerintem ez is egy tök fontos téma, főleg vállalkozóknak, vagy aki nyilvánosan szerepel, vagy vannak ilyen ambíciói, hogy mit adott neked eddig maga a felkészülés, meg az egész körítés, és mit adhat szerinted ez az egész, miért ennyire fontos ez? Hát, mint mondtam, ugye a TED szerintem a világ egyik, én mindig ezt mondom, hogy na én ugye vállalkozó vagyok, kitalálok egy csomó dolgot, imádok új dolgokat kitalálni, és pont azt mondtam, hogy én irigykedem arra, aki kitalálta a TED-et. Mert a TED előadás azon kevés dolgok egyike a mai világban, ami trendi, amire minden fiatal azt mondja, hogy wow, ha engem felkérnének TED előadónak, az az egyik álmom lenne, és mégis értéket ad az embereknek. És
szerintem ez fontos. Tehát, hogy ez úgy trendi, hogy közben tanít, hogy elgondolkodtat, hogy értéket ad. Pontosan ezért nagyon nagy felelősség. És kevés ilyen dolog van, igen. Ma. Tehát én nagyon sokszor... Én a konferenciáknál is eljelzem, az van, sőt, szerintem a többsége az olyan marketinges vagy sales jellegű konferencia, ahová elmész, még fizetsz, és még el is akarnak neked adni valamit, és általában az a célja, hogy nyilván az első lépés a funnelnek, hogy te megjelent egy konferencia, és akkor a tréningek, és megy tovább, hogy milyen nagyobb értékű terméket vagy szolgáltatást tudnak eladni, amivel nincsen semmi baj, mert van, aki pont azért megy, hogy még tovább tanuljon, és a többi, de hogy ez tényleg egy ilyen szinte már non-profit, mert ugye csomó olyan standard szabály van benne, aminek meg kell felelnie, és még ha van is belépő az ilyen előadáson, az jellemzően a saját fenntartásukra megy rá, és nem a profitért csinálják, és ez érződik talán az egészben, hogy értéket itt akarnak adni. Így van, és ez a legjobb benne. Tehát ezért is jó a TED előadás, mert ott tényleg az értékre, és mivel 18 perc, nincs idő félrebeszélni, nincs idő töltelék szavakat, hanem egy olyan értéket kell átadni 18 percben, amire a másik azt mondja, hogy ez egy aha élmény volt. És különben gondolom, ez lejött a nézőknek is, hogy én imádok beszélni, tehát hogy nekem nincs problémám azzal, hogy előadjak számtalan előadást tartottam már, interjút, de én még életemben annyit nem készültem, mint a TED-re. És ezt szó szerint kell érteni. Úgy kezdődött, hogy két könyvet kiolvastam arról, hogy hogyan kell TED előadást tartani, és nagyon nehéz volt. Tehát, hogy ugye, amikor 18 perced van, nincs idő töltelék szavakra, akkor azt nem lehet csak úgy, hogy elkezdesz egy gondolatot, aztán majd valahogy befér. Pontosan tudnod kell, hogy mit, miután mondasz. Ha pontosan tudod, akkor viszont az a probléma, hogyha bemagolod, akkor műnek elvész a varázsa, így van. Mint hogyha nem is. Erről olvastam a TED könyvét, és ez nekem egy furcsa új információ volt, hát ha másnak is az lesz, hogy azt mondták, hogy meg kell tanulni. Az a legtökéletesebb TED előadás, hogyha bemagolod szó szerint. De hogyha műnek hat, az azt jelenti, hogy nem gyakoroltad eléggé. Uh-huh. Addig kell gyakorolni, amíg ebbe a folyamatosan... A betanult, az természetes lesz. Az már megint természetes. És úgy képzeld el, hogy én már utolsó nap azt csináltam, tehát annyiszor felmondtam, hogy szegény férjem már minden reggel, délben, este ezt hallgatta, nem tudom, ezerszer, hogy a végén már azt csináltam, hogy nézegettem egy ilyen női ruha webshopot, és közben mondtam, hogy ugye közben úgy is tudjam mondani, hogy nem zavar meg oda. Semmi mást. És így lehetett, majd meglátják, remélem én is, hogy jó lesz, de hogy tényleg azt mondták, hogy természetesnek van. Tehát, hogy az egyáltalán nem jött le, hogy egy ilyen bemagolt. És azért ez egy nagyon kemény munka, de én azt gondolom, hogy egy TED előadásnak meg kell adni a tiszteletet. Szuper, nagyon szépen köszönöm, ez egy jó zárszó szerintem. Akit érdekel, még bővebben tényleg Brigi munkássága, megtaláljátok. Egyrészt a korábbi interjúkat is belinkeljük, amit kb. Egy éve ott többet beszélgetünk a könyvről, meg az egész ugye vonzerőnek a lépéseiről, ugye az is egy ilyen jó 50 perces beszélgetés volt, úgyhogy meg tudjátok nézni, illetve a wowhatás.hu-n. Beautyrobik.hu-n, ezt is majd feliratozzuk ide, és akkor megtaláljátok a könyvet, az új programot, és mindent megtalálok rólad. Igen. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, és én akkor köszönöm, folytatjuk. És boldog és sikeres új évet kívánok nektek, mert most itt vagyunk 19 végén. Nektek is, és neked is köszönöm. Köszönöm én is. Sziasztok. Sziasztok.